A Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság a közelmúltban újra formálódott és megszervezte a Szenteleki Emléknapot, amelyen a résztvevők szentmisével, koszorúzással és könyvbemutatóval emlékeztek meg Szenteleki Kornél író születésének 131. és halálának 91. évfordulójáról. Ezt minden évben augusztus 20-án tartjuk, azért, mert ezen a napon, pont ezen a napon, Szent István királynak születése napján, államalapítása napján hunyt el Szenteleki Kornél, neves vajdasági író, költő, orvos, műfordító, Szivácon van eltemetve, Ószivácon, és itt emlékezünk. A megemlékezés akárcsak a korábbi években szentmisével kezdődött, amelyet a helyi Mária neve katolikus templomban Hajdú László plébános celebrált. Közreműködött továbbá a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ kórusa is. A szentmise után az emléknap résztvevői a katolikus temetőben alkalmi megemlékezésen vettek részt. Szenteleki Kornél, amikor Szivácra érkezett orvosként, akkor egy szellemi parlagot vélt maga körül felfedezni, és ezt a parlagot szerette volna feltörni és termővé tenni. Folyóiratokat alapított, fordítási irodalmat szorgalmazta, és írói kinevelésről is gondoskodott. És ezt mind oly módon tette, itt egy picit elzárva talán az irodalmi pezsgéstől, hogy rengeteget levelezett. Szenteleki Kornélt vajdaság Kazinciának is tartják. Összegzésként azt lehet elmondani, hogy Szentelekinek az volt a határozott véleménye, és ez mellett áll ki, hogy a vajdasági magyar irodalomnak saját magára kell támaszkodnia, saját értékeit kell megmutatnia, nagyon kemény küzdelmet, munkát kell belefektetnie, nem kell külföldről, illetve külső hatásoktól ezt elvárnia, ugyanakkor közvetítenie is kell az értékeket a délszláv és a közép-európai kultúra között, valamint a lassú folyamattal olyan kultuszt teremteni, amely az itt élőket megtartja. A koszorúzás után a program a Szivácsi Szenteleki Kornél Magyar Művelődési Egyesület székházában folytatódott, ahol Váradi Tibor Házasság utáni házasság című a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent kötetének bemutatóját is megtartották. A szervezővel Brenner János szerkesztő, a Fórum Könyvkiadó Intézet munkatársa beszélgetett. A Szenteleki Emléknap pedig közös ebéddel zárult.